Azt kértem és javasoltam az előadóknak, hogy visszaemlékezéseivel mindenki mondja el, hogy mit kapott az intézettől, mert azért a szakmai körökben vitatott kapcsolati tőke, mint olyan, különösen a közgazdászok nem szeretik ezt a kifejezést, mert a tőke az ugye mást jelentett náluk, de még szociológus körökben is inkább szívesebben használják a kapcsolati hálót, mint a kapcsolati tőke kifejezést. Mit vitt innen magával, mert hiszen az a kapcsolatrendszer, ami ott kialakult, azzal megalapoztak nagyon sokan életpályákat, és hát ennek keretében könnyen be tud valaki arról számolni, hogy mit ért el. Néhány bevezető mondatot azért el szeretnék mondani. Egy összetett mondatot saját magamról, én voltam az első magyar az intézetben, erre majd az előadásom kapcsán kitérek, és az első két magyar kutató közül az egyik, Rabár Feri volt kint velem egyidejűleg az intézetben két hónapon keresztül, de erre is majd kitérek a saját előadásom keretében. Az intézetről már annyit tudunk, hogy az enyhülés időszakában jött létre 60-as években, 72. október 4-én írták alá az alapítókiratot. Magyar tagság az később alakult ki, csak egy évvel később, illetve hát 74-ben csatlakozott Magyarország. Az elnökség nyugodtan elfoglalhatja a helyét a hallgatóság körében is, hogyha gondolják. És hát október 4-én volt, most e hónapban is, a rendezvény, a szülinapi buli, és ez a kép éppen a születésnapi torta fölvágásáról szól. A szemüveges úr a dél-afrikai igazgatója, fő igazgatója most az intézetnek, és ő volt az, aki ezt a tortát fölvágta, és jutott valamennyiünknek belőle. Egy pár szót a rendszerelemzésről, amit nem szeretnek definiálni. Maga a rendszerelemzési kézikönyv sem javasolja azt, hogy egy átfogó, tömör definíciót lehessen erről adni. Helyette inkább egy ilyen döntéshozatal azt előkészítő folyamatként jellemzik, leginkább modellekkel dolgozik, de a modellek lehetnek matematikaiak, a verbálisak is, különböző szenáriók ebbe a kategóriába tartoznak. Általában jellemző, hogy elég nagy adatháttérrel és ebből adódóan számítógépes háttérrel is kell, hogy rendelkezzen az, aki rendszerelemzéssel foglalkozik. És végül, de nem utolsó sorban, a bevezetőként el kell mondjak egy még nem sajtónyilvános hírt, nevezetesen a hír közlésére november 10-én kerül sor a Neumann konferencia keretén belül. Ugyanis a Neumann János Számítógéptudományi Társaság a JASA-ban végzett munka, és azt a hálózat, hazai hálózatfejlesztés érdekében kifejtett tevékenység keretében Kalmár díjban részesíti Lábadi Albertet, aki az MTA Staki volt munkatársa, aki irtózik a nyilvánosságtól, még azon is hezitál valamennyi érintett vagy érdekelt, hogy el fogja-e fogadni egyáltalán a díjat. Mert én beszéltem vele, és azt mondta, hogy hagyjuk az egészet a fenébe. Aki ismeri őt, azt tudja, hogy ez elég jellemző rá. Neumann díjban részesül Sebestyén István, aki jelen van, és az egyik előadást ő tartja, éppen a JASA Gateway történetéről. Ezzel bizonyos értelemben hézakpótló is lesz a Lábadi Berci vagy Albert által elvégzett munka bemutatásában is. Ennyit így röviden bevezetőként, és akkor innen fogom kérni a következő előadót, aki viszont Boza Gergő úr, aki előadásában egy 15 éves múltról fog beszélni,